Ebben a mai videóban az acidózis állapotáról lesz szó, és arról, hogy miként tudjuk megszüntetni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Az acidózis egy olyan állapot, amikor a testünk túlzottan savas lesz, például a vérünk az ideális pH tartományból egy picit a savasabb irányba mozdul el. Ha csak nincs valamilyen konkrét betegségünk, például cukorbetegség vagy köszvény, vagy ketogén diétát folytatunk, a legtöbb esetben az acidózist a tejsav okozza, tehát a tejsavas acidózis a probléma. A legtöbb ember nem tudja, hogy ebben az állapotban van, ezért nézzük meg a tüneteit, azaz, ha a következő közül több is jelen van nálad, nagy eséllyel az acidózis állapotában vagy. Az első gyakori tünete a nehéz levegővétel, olyan, mintha nehezen tudnánk venni a levegőt, és a tüdőnél is érezhetünk szorítást, feszülést. A következő az ingerlékenység, az idegesség, illetve a fokozott fájdalomérzékenység. Tehát minden olyan probléma, ami a külső ingerek, például más emberek vagy élethelyzeteknek a nehéz elviselését jelenti. A szorításérzet a torokban, a klausztrofóbia, a zavarodottság, a kiszáradt száj, ezek is az acidózis jelei. A szorongás és a pánik hátterében is szinte mindig az egyik legfőbb ok a felhalmozódó tejsav. Acidózis alakulhat ki a ketogén diéta alatt, mely egy magas zsírbevitellel járó diéta, amely során ketózisba kerül a testünk, ketontesteket termel, a ketontestek erősen savasak, ez okozza az acidózist. Ha túl sok szénhidrátot viszünk be, a tejsav szint növekedhet meg, és ez okozza az acidózist. Ha pedig túl sok fehérjét fogyasztunk, a húgysav szint nő meg, ennek ugye súlyos állapota a köszvény, ilyenkor a húgysav a felelős a savas állapotért. Savtúlsúly, tehát acidózis alakulhat ki az éhezés során is, tehát például hosszantartó bőtök alatt, a túl sok alkoholbevitelétől és egyes típusú cukorbetegeknél is ez a diabéteses ketoacidózis. Az izmok túlzott intenzív igénybevétele következtében is jelentkezhet tejsavas acidózis, az izomláz oka a túl sok tejsav, tehát ha például úgy van izomlázat, hogy egyébként nem mozogtál semmit az utóbbi időben, tudhatod, hogy magas a tejsav szinted. Acidózis jelentkezhet több napon át tartó fokozott szellemi igénybevétel következtében is, tehát például, ha keveset pihenünk és sokat dolgozunk, illetve ha valami miatt lecsökken a vérünkben az oxigén szintje, például amiatt, mert keveset mozgunk, tehát sokat ülünk, ezáltal romlik a vérkeringésünk. Az is lehet, hogy olyan helyiségben tartózkodunk egész nap, vagy alszunk éjjel, ahol kevés az oxigén. Ha kevés az oxigén a vérünkben, például mert kevés az oxigén a térben, ahol huzamosabb ideig tartózkodunk, a cukormolekulák egy részéből a lebomlás során tejsav jön létre. A cukorbetegeknél jelentkező ketoacidózis egy veszélyes állapot, amikor a vér pH értéke jelentős mértékben csökken, tehát savas irányba mozdul el. Most nem erre fókuszálok ebben a videóban elsősorban, de a megoldások itt is hasonlóak. Az acidózisra az első megoldás a kalcium, a magnézium és a kálium citrát bevitele készítményekkel, tehát elektrolitpótlás. Azért van szükség a bevitelükre ebben az állapotban, mert ezek az ásványi anyagok erős lúgosító hatással vannak a szervezetünkben, más szóval a savval ellentétes irányba dolgoznak. A második nagyon fontos pótolandó vegyületcsoport a B-vitaminok, azon belül is a B1 vitamin, főként tejsavas acidózis esetén, de másfajta acidózisnál is fontos. A B-vitaminok pótlására nagyon jó a sörélesztő, együnk naponta több kanálnyi sörélesztő pejhet. A következő a zöldségbevitel növelése, tehát több zöldet, zöldséget fogyasztani, főként nyers állapotban, mert a zöldségek szintén lúgosító hatással vannak, kell brokkoli, kell bimbó, káposzta, salátafélék, karfiol, répa, zeller. Segítenek a zöldséglevek is, illetve a zöldek pótlásában segíthet a lucerna, a chlorella alga és a búzafű is. Két fontos vitamin van, ami kulcs szerepet játszik a vérben az oxigén működésére, az oxigén igényre, ezáltal fontos összefüggésben vannak az acidózis állapotával, ez a C-vitamin és az E-vitamin. Tehát ha magas a szintjük, csökken az oxigén szükségletünk.
ígyunk frissen facsart narancslevet, limonádét stéviával, homoktövislevet, mindegyik jó C vitaminforrás, illetve rugosító hatással is vannak a szervezetünkben. Az E-vitamin pótlására jó a búzacsíraolaj és a homoktövis magolaj, más olajok is, növényi olajok, magvak többsége és a zöldségek is. Az acidózis állapotában fontos sok vizet is inni a nap során, illetve ha az acidózis összefügg lelki stresszel is, az alvás mennyiségének megnövelése, illetve a pihenés, a relax, a wellness beiktatása elengedhetetlen a regenerálódáshoz. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet az acidózisról, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube másoknak is fel fogja ajánlani ezt a videót megtekintésre. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!